Az Ungvár sétány elején nyitott meg 2021. decemberében a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ. Az elmúlt két évben közel 1500 bajba jutottat támogattak. A szervezet munkájára a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából hívták fel a figyelmet. Az a cél, hogy biztosítson az állam egy felületet a bajba jutottaknak, ahol minden hatósági milliót nélkülözve egy nyugodt környezet fogadhatja őket, és elmondhatják a panaszukat egy segítő beszélgetés során. Szakemberektől kérhetnek tanácsot, érzelmi segítséget, pszichológust. A jellemző az, hogy tipikusan hozzánk a megnyitásunk óta vagyonelleni bűncselekményekkel összefüggésben kerestek meg minket. Több mint, vagy közel 1500 bajba jutotton voltunk kapcsolatban, illetve közvetlenül is igénybe vett akár pénzügyi, akár jogi, akár érzelmi, pszichológusi segítséget. Ezek egy része, vagy inkább azt mondanám, ami így össztársadalmilag és így a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódóan a kapcsolati erőszak bűncselekménye az olyan 20%-os arányban jelenik meg nálunk. A tájékoztatón elhangzott, a kapcsolati erőszak össztársadalmi probléma, abban az értelemben, hogy a bántalmazás kihat az áldozat és a családtagok baráti, munkahelyi kapcsolataira, iskolai teljesítményére. Az Áldozatsegítő Központ többek között a rendőrséggel, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ szakembereivel is szorosan együttműködik. A mi intézményünk jogszabályi kötelezettség okán működteti Nyíregyházán a jelzőrendszert. Nyilván ez a legnagyobb kapocs, ami összeköt minket, hiszen az Áldozatsegítő Központtól is több olyan jelzés érkezik, aminek kapcsán mi felkeressük az adott családot, és amennyiben tudunk, alapellátás keretében segítséget nyújtunk, de amennyiben már bántalmazásról esik szó a jelzésben, abban az esetben a mi intézményünk is mérlegelés nélkül megteszi a hatóság felé a jelzéseket, és természetesen mellette azért igyekszünk a családnak segíteni. Az áldozatok védelmében a Vármegyei Rendőrfőkapitányság is szorosan együttműködik a szervezetekkel. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából kapcsolati erőszak az, ami felmerül legelőször is, és azt tudni kell, hogy a rendőrségnek van eszköze arra, hogy az elsődleges lépéseket megtegye a rendőri intézkedések keretében. Ugye ebben van benne az időleges megelőző távoltartás jogintézménye. Ez a 2022-es évben 157 esetben fordult elő. Javarészt azért férfiakat tartanak távol a családjuktól, a nőktől, a sértettektől. Ez a szám egy ugye viszonylag magas szám, országosan sem kevés. Lehet azt mondani, hogy a korábbi évek tendenciáját követi, és az idei év is úgy tűnik, hogy nagyjából e körül fog majd konkretizálódni. Azt gondolom, hogy nyilván mindig csak akkor rendelünk el ilyet, amikor jó körbevástyázva, szakmailag is jogszabályi háttérre lehet ténylegesen indokolt, és ténylegesen segítséget nyújt a sértetnek, az áldozatnak. Igazából az, hogy most sok vagy kevés erről lehet beszélni, az biztos, hogy sokkal inkább sokkal jobban átfogja mindenki a tudatát, hogy ez társadalmi probléma, a nők bátrabban kérnek segítséget, és nyilván a rendőrség intézkedik, akkor amikor a feltételé fennállnak, akkor alkalmazok ezt a jogintézményt. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapját 1981 óta november 25-én tartják az ügyért küzdő aktivisták. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította ezt a napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává.